Mózs Gábor, az Esztergom Budapesti Főegyház megyes segédpüspöke. A stúdió vendégünk, dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm itt nálunk. Én is szeretettel köszöntöm a tévénézőit. A napokban Erdő Péter bíboros meghirdette a NEK-re való előkészület harmadik évét. Milyen fázisában vagyunk most ennek az eukarisztikus kongresszusra való felkészülésnek, akár lelkileg, akár szervezői oldalról? Igen, hát a lelki felkészülés az most már a harmadik évébe lépett. Az első két év az inkább a befelé fordulásnak, az oltári szentséggel való személyes kapcsolatunk elmélyítésének, az ima életünknek, Istennel való kapcsolatunk elmélyítésének az ideje volt, a harmadik év pedig már a misszió jegyében telik. Mint minden évben, az eukarisztikus kongresszus titkársága erre az évre is kiadott egy füzetet, amelyben rengeteg ötletjavaslat van arra nézve, hogy ezt hogyan tudjuk megélni a helyi közösségekben, hogyan tudja ki megélni ezt a missziós évet. Itt fontos az, hogy már mindarról, amit remélhetőleg az elmúlt két évben sikerült egy kicsit jobban elmélyítenünk magunkban, arról tanúságot tudjunk tenni mások előtt, tehát önök előtt is, akik távolabb állnak az egyháztól, vagy Istentől, az Isten kapcsolatuk talán nem annyira személyes. Tehát fontos az, hogy az, amink van, egyébként az egész eukarisztikus kongresszusnak végső soron ez a lényege, meg ahogy elindult ez az egész történet, az eukarisztikus kongresszusok története még a 19. század második felében. Tehát az egésznek az a lényege, hogy mi örüljünk annak, hogy mekkora nagy kincsünk van, hogy Jézus személyesen itt van velünk, találkozhatunk vele, sőt magunkhoz vehetjük a szentáldozásban, és ezt a nagy kincset, ezt megfelelő módon, méltósággal, de próbáljuk mások felé megmutatni és megosztani. Tehát a harmadik évnek ez az elsődleges célja. Tehát evangelizálni, és ezt a missziót végül is 2020-ra teljesíteni. De hogyan lehet egy egyszerű katolikus hívő ennek a szolgálatában? Hogyan kell elkezdeni ezt a mi kis környezetünkbe, akik esetleg nem érzik ennek a súlyát, hogy 2020-ban mi lesz itt Budapesten? Pici lépésekben haladva, de mi az az első lépés, amit meg tudunk mi tenni azok felé, akik még nem érzik ennek a súlyát? Hát én először is azt hangsúlyoznám, minden Magyarországon élő, de akár a határainkon túlélő katolikus felé is, hogy érezzük magunkénak ezt az eukarisztikus kongresszust. Tehát ez nem egy nagy esemény, ami valahol távol van, hogyha én vidékről nézem a fővárost, és aminek az előkészületeihez igazán nem tudok kapcsolódni, hanem érezzük azt, hogy itt az egész magyarság számára és az egész magyar katolikus egyház számára ez egy nagy lehetőség, hogy a világegyház sok-sok képviselővel találkozunk, hiszen már természetesen javában zajlanak a gyakorlati szervezési előkészületei is a kongresszusnak, és sok meghívott mind az öt földrészről már visszajelzett, hogy vállalja a részvételt. Kik azok, akik biztosan itt lesznek? Hát én most az összes nevet nem tudnám felsorolni, de azt nyugodtan mondhatom, hogy lesznek Afrikából, Latin-Amerikából, Ázsiából, tehát akár Koreából, Indiából bíborosok, ottani egyházi személyek, és más olyan egyházi személyek, természetesen Európából is, akik valamilyen módon tanúságot tesznek egyrészt az eukarisztiába vetett hitükről, személyes tapasztalataikról, akár egy közösség alapítója, akár egy híresebb művész vagy közéleti személyiség, illetve bemutatják egy kicsit azt az egyházat, illetve a katolikus egyháznak azt a világát, amely náluk van, amely egy másik színfolt és gazdagítani is tud bennünket, sok érdekes dolgot hallhatunk. Tehát ez egy nagy lehetőség számunkra, és érezzük mi magunkénak, imádkozzunk is érte, és hogyha én magaménak érzem ezt a kongresszust, tehát azt érzem, hogy ez a miénk, ez a mi nagy eseményünk lesz, akkor egyrészt amennyiben tehetem, szívesen, személyesen is részt veszek a programokon, másrészt el tudok ráhívni olyanokat is, akiket ismerek a környezetemben, akik maguktól esetleg nem gondolnának erre, vagy nem jönnének el. Ugye azt mondják a marketing szakemberek, hogy azt tud jól eladni egy terméket, aki teljes mértékben meg van győződve arról, hogy az egy hasznos és nagyon jó termék. Tehát, hogyha én magaménak érzem az eukarisztikus kongresszust, akkor sokkal inkább fogom tudni mások felé is ezt közvetíteni, másokat meghívni rá. Ez is milyen jó hasonlat, mondjuk eszembe nem jutott volna a hitemet egy marketing fogásként azonosítani. Mik azok a helyszínek és programok, amik már biztosan tudhatók, hogy igen, ott lesz és meg lesz tartva?
Igen, hát nagy részt már kialakult a program, egyébként még az első kérdése visszatérve, én nem marketingfogást szeretnék mondani, hanem egy lélektani alapját az egésznek, hogy én akkor tudok hitelesen tanúsítani valamit, hogyha magaménak érzem. Tehát visszatérve a programokra, a konkrét programokra, ugye a nyitó Szentmise az a Puskás Ferenc stadionban lesz 2020. szeptember 13-án délután, ahova a egész országból, sőt határainkon túlról várjuk az első áldozókat. Hála Istennek már szép számmal jelentkeztek, és még folyamatban vannak a jelentkezések, és ezt itt is szeretném megerősíteni, hogy noha volt egy határidőnk természetesen, akik most jelentkeznek, vagy akiknél ősszel derül csak ki, hiszen akkor indulnak első áldozásra készülő újabb hitoktató csoportok, nyugodtan jelentkezhetnek akkor is a 2020 szeptemberi első áldozásra, tehát ez egy nagy nyitószentmise lesz. Utána a hét folyamán, hétfőtől péntekig a Mungexpo területén, a vásár területén lesznek programok. Itt a délelőtt úgy épül föl, minden délelőtt lesznek ott elsősorban programok, délután pedig fakultatív program lehetőségek, akár ott a Mungexpo területén, akár más út a városban. A délelőttök úgy épülnek föl, hogy egy reggeli imádsággal indul a nap, utána van egy hosszabb elmélkedés, amit valamilyen egyházi személy tart. Utána van egy tanúságtétel, tehát valaki a saját személyes életéből merítve beszél Istennel való kapcsolatáról. Utána van közös szentmise, tehát ez gyakorlatilag egy ilyen lelki gyakorlatnak is felfogható, és aztán délután vannak különböző színes fakultatív programok, szintén az eukarisztia és az egyház sokszínűségének a témakörében sok földrészről. És a hétvégén pedig szombaton, tehát szeptember 19-én és 20-án szombaton és vasárnap vannak a nagy programjaink. Nyilván hétvégén bízunk benne, hogy sokkal többen ráérnek, mint hétköznap. Tehát szombaton lesz a Kossuth téren egy nagy ünnepi szentmise, ahonnan egy fáklyás délután, kora este, azért, hogy ahogy sötétedik, akkor már sokkal szebb és látványosabb, hogy egy fáklyás menetben az Andrássy úton elmegyünk egészen a Hősök terére, ahol befejeződik aznap este, és másnap a Hősök terén lesz a záró szentmise. Illetve, ami még fontos, hogy csütörtök estére tervezünk a Bazilika elé sok közösség bevonásával egy nagy szentségimádást, illetve péntek estére pedig egy ifjúsági programot szervezünk a Papp László sportarénába, amelyre sok-sok fiatalt várunk. Ugye ennek már vannak előzményei, hiszen a Forráspont nevű fiataloknak szóló eukarisztikus találkozó már megvolt tavaly, idén is lesz szeptemberben hasonló találkozó a fiataloknak szeptember 21-én, ha jól emlékszem, szombati napon. Tehát zajlanak ilyen értelemben is az előkészületek. Igen, szép előkészületek lesznek. Az előzetes becslések alapján hány résztvevőt várnak a programokra? Minél többet. Tehát én azt gondolom, hogy mindannyiunknak nagy élmény az. Én most ezt mondhatom olyan személyes tapasztalatból is, hogy én részt vettem az előző eukarisztikus kongresszuson a Fülöp-szigeteken. Tehát egy óriási élmény, amikor rengeteg ember van együtt, és ugyanazért a Jézus Krisztusért az oltári szentségben velünk levő minket szerető Jézus Krisztusért vagyunk együtt. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép tapasztalat. Magára a Hungexpo területére, ahol minden nap lesznek a programok, olyan csarnok van lefoglalva, ahova 15 ezer ember is elfél, tehát naponta ennyien biztosan részt tudnak venni a találkozókon. A nagyobb eseményeken pedig, hát ugye a Puskás Ferenc stadion befogadó képessége az olyan 60-70 ezer közötti, tehát ott van egy korlát, de hogyha netalán többen lennénk, akkor még kívül is ki tudjuk vetíteni, és a Kossuth téren, meg a Hősök teren ott természetesen nincs felső korlát, tehát aki tud eljön, azt mindenkit szeretettel várunk és látunk. És azon nézőink kedvéért, akik netalán még nem hallottak volna, hogy Magyarországon, itt Budapesten lesz 2020-ban a Nemzeti Eukarisztikus Kongresszus, akkor mondjuk el, hogy hol, mi az a weboldal vagy plébánia, ami felvilágosítást tud neki adni, és még milyen módon és hol tud jelentkezni. Igen, hát van egy weboldalunk, amelyet mindenkinek javaslok, tehát azoknak is, akik már úgy gondolják, hogy sok mindent tudnak az eukarisztikus kongresszusról, vagy amit elmondtam az előbb, az sem volt új számukra, hogy nézzék a honlapunkat, mert a honlapunkon rengeteg új információ van, esetleg, ha még egy-két percünk van, akkor erről szót is ejtenék, tehát az iec2020.hu
ez a mi honlapunk, tehát Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus angol rövidítéséből. De ha Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszust beírjuk a keresőbe 2026 Budapest, akkor biztos megmutatja ezt a honlapot. Fontos, hogy ezen a honlapon mindig frissülő információk vannak, tehát már most lehet önkénteseknek jelentkezni, aki önkéntesnek szeretne jelentkezni, az erőregisztráció már megindult a honlapon, és sok-sok olyan információ van magáról az előkészületekről, illetve minden olyan anyagról, akár az első áldozásról. Van 70-75 kérdés, ami ilyen gyakori kérdések. Lehet, hogy ott minden kérdésünkre már megvan a válasz, csak meg kell keresni, rá kell nézni, ami ezzel kapcsolatosan fölmerül bennünk, és ugyanígy sok-sok más gyakorlati programmal kapcsolatos információ, illetve annyit szeretném még elmondani, hogy maga a hivatalos regisztráció a részvételre a szeptember 13-án fog elindulni egy évvel közvetlenül a kongresszus előtt. Akkor még van még néhány hónapunk, igen, hogy meggondoljuk. És Székelyföldön járva azért tőlünk is kérdezgették páran, hogy meghívták-e a Szentatyát, és adott-e választ, hogy itt lesz 2020-ban Budapesten? Hát, mint azt tudjuk, vagy talán nem eléggé közismert, de Romániában is a Szentatya úgy ment, hogy néhány hónappal előtte jelentették be, hogy megy, és hogy mikor megy. Tehát természetesen hivatalból is meghívjuk ilyenkor a Szentatyát, de hozzá kell azt tenni, hogy az eukarisztikus kongresszusokon az utóbbi időszakban elég ritkán vettek részt a pápák, tehát az előzőn sem volt ott Ferenc pápa, tehát gyakoribb az, hogy egy pápai legátust, egy küldöttet bíz meg a Szentatya, de természetesen meghívtuk, és minden bizonnyal a végleges válasz az csak majd a kongresszus előtti hónapokban fog kiderülni. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és mindezeket megosztotta velünk. Mi is készülünk lelkiekben akkor a NEC-re. Köszönöm szépen én is a lehetőséget.